A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és ma is bölcsen igazgat mindent. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ünnepi Isten tiszteletünkön. Fennállva a 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten kijelentését, melyet a mai újszövetségi igényből olvasok, Pál apostolnak Korintusbeliekhez írt második levelének harmadik fejezetében, a negyedik verstől a fejezet végéig a 18. versig terjedő igeszakaszból. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgy, hogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcára, elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk. És nem miként Mózes, aki leplet borított az ő arcára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét, de megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál fedhetetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek. És ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Úgy, mint az Úrnak lelkétől. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy valóban megértsük mindazt, amit a mi számunkra üzenni akar. Gyertek, ezért imádkozzunk. Menjen, édesatyán, köszönjük azt, hogy megszólíthatunk téged, és köszönjük, hogy ígéreted szerint most is közöttünk vagy. És köszönjük, hogy ott vagy a szomorúságunkban, a bánatunkban, a kétségbeesésünkben, a gyászunkban és a reménykedésünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy nincs olyan emberi élethelyzet, amit te ne tudnál. És köszönjük, Urunk, hogy nem elítélni jöttél ezt a világot, hanem megtartani. Köszönjük az igének az üzenetét, és köszönjük, hogy most is te keresed a mi szívünket, hogy nem emberi erőködés az Isten tisztelet, nem hiába való értelmetlen, hanem különleges lehetőség a veled való találkozásnak áldott alkalma. És mégis hagy valljuk meg őszintén, hogy annyi tévedésünk, annyi hamis utunk, annyi összevisszaságunk volt már, talán még a gyülekezetekben is.
Kérünk, hogy állíts helyre bennünket, hogy meglássuk, hogy mi a terved velünk, hogy megértsük a te szándékaidat, hogy hagyd tapasztaljuk meg, hogy formálsz minket, hogy minden emberi adottságunk ellenére nem az a fontos, hogy milyennek látnak mások, vagy milyennek látjuk magunkat, hanem az, amit te tervezel velünk. Így köszönjük, hogy hiába minden emberi törékeny szó, minden alkalmatlanság, mégis rád bízhatjuk az Isten tiszteletet. Kérünk, hogy a hirdetett igében, az úrvacsora közösségében adj elsősorban önmagaddal való áldott találkozást mindannyiunk számára. Az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld és benne, ami földi életünk elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. Kedves gyülekezet, sok tekintetben különleges a mai vasárnapon együtt lenni, hiszen a temető járásnak a forgatagában olyan jó, hogy megállunk Isten igéjét hallgatni. És a reformáció hetében is együtt vagyunk. És olyan hálás a szívem, hogy Magócs István teológus testvérünk volt diáktársa, és itt lehetnek közöttünk. Ez nem az illendőség, mondatja velem. És olyan hálás a szívem azért, hogy a mai újszövetségi igénk, amit felolvastam, az olyan szépen összefoglalja a reformációt, a vigaszkeresést, sokféle elveszettnek tűnő, értelmetlennek látszó áldozatot évtizedek távolságából. Van, aki azt mondta, Korintus beliekhez írt második levelet magyarázva, hogy az öröm és bánat könyve. Nagyon-nagyon személyes ez a levél. Pál apostol és a korintusi gyülekezet között volt valamiféle konfliktus. A tévtanítások miatt, a jelenlevő erkölcstelenség, összevisszaság, személyeskedés miatt, és Pál apostol ír nekik egy levelet. És igaz, hogy Isten kijelentése ez a levél, de mégis olyan szent titok, hogy mi beleláthatunk, hogy ő ezt a helyzetet hogyan éli meg. Valóban az öröm és bánat könyve ez. És olyan ellentmondásosnak tűnik, olyan paradoxnak, az életünk is sokszor ilyen. Az öröm és bánat könyvét írhatnánk mi magunk is talán. Mert lehet elvesztett reménykedéseinket sorolni, a hiányosságainkat, a családi életben a hiányzóinkat. Lehetne arról beszélni, hogy Magyarországon a 16. században hogyan lett ez a nép a mohácsi pusztulás után mégis Isten igéjét most már a saját nyelvén értve megtartatott néppé, aztán utána megint mi történt, és ha megnézzük Nyugat-Európában mi történik a protestantizmussal, akkor borzasztó tapasztalat, hogy hogyan lesz nagy-nagy zsákutcás, tévedés, összevisszaságá, ami olyan szentnek indult. És közben az ember elakad, és keres valamilyen megoldást, keres valamilyen vigasztalást, keres valamilyen megerősítést. Sokszor az ember könnyen írja a bánat leveleit az életében. Hányszor panaszkodunk, és ezzel fertőzzük egymást. És azt mondjuk, hát semmi értelme nem volt, hát nem jutottam előrébb. Mert azt gondoljuk, hogy a mi életünknek néhány évtizede az mindent jelent a történelemben. És közben bele se gondolunk, hogy Isten egy-egy vele való áldozathozatalból, talán évtizedekkel később, nemzedékek sora után milyen különlegesen szépet készíthet. Tanuljátok meg írni őszintén az életünkben a bánat könyvét úgy, hogy tudjuk, hogy az Istennel való közösség az örömet is jelent a mi számunkra. És olyan gyönyörűséges, ahogy ez a levél kezdődik. A harmadik résznek az elején tegnap olvastuk, azt mondja Pál apostol, egy nagy feszültséges helyzetben, hogy kezdjem magamat ismét ajánlgatni nektek. Hát úgy is ismerjük egymást. Tudjátok, hogy én mit tettem, hogy ott voltam másfél évig közöttetek, ismertetek, és én is tudom, ti milyenek vagytok. Most menjünk bele egy ilyen játékba, hogy fényezzük a bizonyítványt, vagy erőszakoskodjunk egymással. És azt mondja, hogy ti vagytok a mi levelünk, hogy amit Jézus életének minden odaszánásával, Isten felfoghatatlan szeretetével és kegyelmével elhozott, az sokszor rajtunk keresztül látja a környező világ. Hát mit látnak rajtunk keresztül? És aztán jövünk el ide a mai szakaszig, ahol beszél
bátorításként, bizonyosságról és reménységről. És hát mennyire erre van szükségünk? Bizonyosságra és reménységre. És az ember hány helyen keresi a reménységét, és hány helyen szeretne valamivel belekapaszkodni, és úgy élni az életét, hogy most már tudom, hogy van valamiféle olyan kapaszkodóm, amiben bármi történik, én oda menekülhetek. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság, mondja a 17. versben. Nagyon röviden három dologról szeretnék közöttetek szólni ennek a kapcsán. Először arról, hogy mennyire fontos az embernek a szabadság keresése, és mennyi téves zsákutcás tapasztalata van ebben. Aztán másodszor egy rendkívüli lehetőségről. Harmadszor pedig arról, hogy ha ez a lehetőség a miénk, akkor ez feladatot is jelent nekünk. Először arról, hogy az ember hogyan gondolkodik. Csak két klasszikus tapasztalatot hagy emlegessek fel itt közöttetek. Úgy él egy ember, már egy kisgyerek is, hogy valahol belül van egy vágyunk arra, hogy szabadok legyünk. Az egyik nagy-nagy csalódás és hamis kínálat az, amikor az ember azt gondolja, hogy akkor vagyok szabad, ha azt csinálok, amit akarok. Ha senki nem mondja azt meg nekem, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, bár ma a hétköznapi szóhasználatban ezt nem nagyon használjuk, hogy nagyon sokan szabadosok. Hogy nekem senki ne beszéljen bele az én életembe. Én nagyon jól tudom. És hogyha meg belegondolunk, akkor ha a társadalmat nézzük, akkor azt gondolják, hát az egyik ilyen nagyon-nagyon belebeszélős közösség az egyház. Mit gondol egy pap? Mert hát azt nem gondolja az ember végig, hogy hát nem a magáit mondja egy lelkipásztor, hanem Isten üzenetét. Mit gondol egy pap, hogy ő majd beleszól abba, hogy én hogy neveljem a gyerekem? Meg hogyan éljem a hitemet? Az az én magánügyem. Nagyon-nagyon sokan ebben a vélt, hamis szabadságnak a csapdájába esnek. Mert mi történik, amikor nincsenek mértékadó ideológiák, amikor nincsenek útjelző táblák? Akkor anarchia lesz. És így lesz a gyermek tiszteletlen a szülője felé, mert a szabadosságnak bizony nagyon jellemző tapasztalata, hogy nincsen tekintély. És aztán nem kell sokáig elmenni egy emberi életútban, 15-20 év múlva így lesz valaki szenvedélybeteg. Mert nekem szabad volt a pohár után nyúlni, szabad volt a fecskendőt kipróbálni, és aztán ördögi tapasztalat, hétköznapokat és ünnepnapokat tönkre tevő, halált sugárzó fájdalma lesz a család nagyobb közösségében is. De hát mondhatjátok, de jó lenne, ha így lenne, hogy közöttünk nincsen szenvedélybeteg, mert mi nem vagyunk ebben érintettek. Hányszor kísért ez bennünket? Nekünk ne mondja meg senki. Mert van egy ilyen vágyunk a szabadságra. És az ember szeret úgy gondolkodni, hogy én nagyon jól tudom, hogy mire van szükségem. De hagyd kérdezzem meg tőletek nagyon őszintén. Október utolsó vasárnapján, amikor szembesülünk az elmúlással, az emberi korlátoltságunkkal. Tudjuk azt, hogy mire van szükségünk igazán. Emlegettem a nyáron, és nem emlegetjük eleget, tessék, megtanulnatok, főleg 2016-ban, hogy volt győztes szabadságharcunk is. Ma szétosztuk a gyülekezeti újságunkat, egyféle változatban ott van Bocskainak a jelmondata, amit sokszor így emlegetem közöttetek, azt mondta a bécsi béke ratifikálásakor, őseink hite és nemzetünk szabadsága minden aranynál és ezüstnél drágább nekem. Hova jut a világ, hogyha nincs bennünk az, hogy cum deo, Istennel, vagy az, hogy az a hit, ami már előttünk kipróbáltatott, az elengedhetetlenül fontos. Őseink hite és nemzetünk szabadsága minden aranynál és ezüstnél drágább nekem. Ezért fontos, hogy emlékezzünk évről évre Magócs István testvérünkről is. Aki nem nagy politikát írt, hanem aki tudta, hogy hívő emberként Istennel és a hazáért feladata van. Másodszor egy különleges lehetőségről szeretnék közöttetek szólni. Azt mondja a mai igénk, ahol az Úrnak lelke,
ott a szabadság. Mert az ember vágyik szabadságra. És azt mondja az ige, olyan egyértelmű helyzet megállapításként, hol van a szabadság? Ahol az Úrnak lelke. Nagyon leegyszerűsítve, nem túl bonyolítva, ez azt jelenti, hogy Isten ebben a világban jelen van. Kin keresztül van jelen? Kin keresztül? A Szentlélek Isten személyén keresztül. És ha Szentlélek jelen van az életemben, akkor egyszerre azt veszem észre, hogy kattannak az árak, és lehúlnak a bilincsek. És igen, még a poharat is el tudod engedni. És igen, már nem azt szabja meg az életemet, hogy mennyi pénz jön a bankszámlámra. És igen, mert nem az orvosi zárójelentés, vagy az ambuláns lap teszi függővé, hogy nekem van-e reménységem. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Én azt gondolom, és majd erről egy kicsi mondatot el fog az Isten tisztelet után itt az emléktáblánál mondani, hogy Magócsi István nem vesztes fiatal ember volt. 22 évesen sem. Mert megélte Isten jelenlétét. És hány ember élt évtizedekkel hosszabb életet, és hiába való volt meg annyi minden, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És tudjátok, amikor Pál elmondja, akkor azért mondja, emberek, hát tessék már végre megérteni, hogy szabadok lehetünk, hogy amikor össze vagy roskadva, és nem beszél senkinek, amikor hol a szabad elvűségnek a hamissága ejtett csapdába, és azt gondolta, s hagyjanak békén, semmi nem érdekel, hol pedig azt gondoltad, majd én megmondom, hogy mit kell tenni, és Istenre hivatkozó istentelenségben voltál, és a kegyelmet hirdetted kegyetlenül. És amikor egyszer csak megtapasztalom, hogy most valami más történt velem, nem tudom mi, de otthon imádkoztam, és amikor a kezemet széthúztam az összekulcsolásból, akkor valami történt. És most másképp megyek haza a templomból, mint eddig. Pedig nem voltam 40 évig. Mi van velem? Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Azt is el kell nektek mondanom, hogy a Szentírás világosan elbeszél. Nem mondja azt, hogy Isten feloldoz, aztán csináltok, amit akartok, minden rendben van. Az Istentől való függés függetlenít az emberektől. Az, amikor eljutsz odáig, hogy nem az a lényeg, hogy milyen körülményeim vannak, milyen elvárásokkal vagyok megterhelve, nem az a lényeg az, hogy mit mondanak mások, hanem az, amit Isten mond. Nagyon sokszor ma nem szereti az ember a bűnről való tanítás. A bűn fogalma a Szentírásban céltévesztés jelent. Amikor az Íjász mellélő is, amikor azt mondja, mellé, nem sikerült, de jó lett volna, ha célba talált volna az életem. És az ember megkötözötté lesz, mert állandóan próbálom kijavítani, de amit elrontottam, nem tudom kijavítani. Ha a gazdasszony elrontja az ételt, mondjuk elsózza, vagy odaégeti, akkor vannak praktikák, hogy mit kell csinálni, fölengedni még egy kis vízzel, vagy nagyon-nagyon óvatosan kapargatni. Mi a legjobb tanács? Mi a legjobb tanács? Gyorsan azt a kondért tüntesd el, és főzz valami újat. Nem lehet úgy kijavítani. Lelkileg mi ezt akarjuk csinálni, nem? És akkor érezzük belül, hogy valami nincs rendben. A céltévesztett emberi élet, emberi erőködés, okoskodás, mindenféle praktikusnak tűnő tanács nyomán nem fog megváltozni. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Isten erre a szabadságra hív benneteket. És ebben a szabadságban az áldozathozataltól sem riad vissza az ember. És ebben a szabadságban a halál sem retted, mert tudom, hogy Jézus elmondta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. És én azt kívánom, hogy amikor a gyermekem megáll az én síromnál, talán nem november 1-én, talán csak 2 évente, nem tudom, hogy lesz. Akkor arról beszéljenek, hogy apa elmondta sokszor,
hogy Jézus azt mondta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és ide eltemettük, de mi Jézusra figyeltünk, és azt mondja, hogy aki hisz benne, az él. Ezt nem megtanulni kell. Erre a lélek tesz szabaddá. A Szentlélek egyik legismertebb tulajdonsága az, hogy ő vigasztaló. És mi olyan nagy egóval rendelkező emberek vagyunk, hogy nagyon nehezen mondjuk, pedig ordítani kéne, hogy vigasztalásra szorult vagyok, Uram. Isten megszabadít a terheinkből is. Nem azt jelenti, hogy a fájdalom nem lesz bennünk. A fájdalom egészséges reakció. Ha a testünket megszúrjuk, az fáj. És azt jelenti, jól működünk. Ha agyvézés után lebénultunk, nem fáj. És lelkileg is így kellene legyen. És sokszor már nem jól működik az ember. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A bűn az nem vallásos ijeszgetés, hanem egy olyan állapot, amiből ha nem gyógyulunk meg, akkor belepusztulunk, és az örök szenvedésre kerül az ember. Jézus azért jött el, hogy nehez legyen a mi sorsunk. Olyan sokszor az ember ezt nem veszi komolyan. És harmadjára arról, hogy szóljak, hogy a szabadság fogalma legtöbbször az embernek azt juttatja eszébe, hogy valami fogság volt, valami hátratétel, valami megkötözöttség, és abból nekem feloldozásra van szükségem. És arról nagyon ritkán beszélünk, hogy a szabadítás sohasem öncélú. Isten szabadítása azért történik, hogy mi helyre kerüljünk, és megtaláljuk a küldetésünket. És ez nagyon-nagyon fontos kellene, hogy legyen. Olyan szépen mondja Pál apostol, nem vagyunk mi különbek, nem vagyunk mi jobbak, ami alkalmatos voltunk, kitől van? Az Úrtól. Nem azért, mert én tehetségesebb vagyok, nem. Szerencsétlen, bűnösök közt első vagyok, én mondja. És de jó, amikor én is ezt érzem, Uram, gyenge vagyok. És olyan jó, hogy tudom, hogy a te erőd az én erőtlenségemen keresztül lesz nagyjá, és tapasztalattá. Ne azt soroljátok, hogy mennyi mindent nem tudtok. Így van. Vagy ha soroljátok, jussatok el odáig, Isten azt mondja, most már kell lesz. Amíg azt mondtad, hogy milyen jó vagy, mert milyen tehetséges. Addig nem akartál eszköz lenni. Isten használni akar bennünket. És ezt olyan sokszor az ember nem éli meg. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És ahol Isten munkálkodik, ott a kezébe vesz bennünket. És rajtunk keresztül is ezt a szabadítást szeretné tovább hirdetni. Ilyenek voltak a reformátor eleink, amikor életveszélyes fenyegetés között azt mondta Luther Márton, itt állok, másként nem tehetek. Meg lehet ölni, be lehet fogni a számot, el lehet tenni az útból, de én most már másként nem tehetek. Ilyenek voltak azok a személyes kapcsolataink, akikre nagyon hálás szívvel emlékezünk, többször szolgált közöttünk Csia Kálmán, erdélyi püspök, aki úgy beszélt a Duna-Delta fogságának nyomorúságairól, hogy nem panasz volt benne, hanem hálaadás, hogy Isten még ott is használta. És amikor hallottam a rendszerváltozás után Gulácsi Lajos bácsit, aki kárpátaljai püspök volt, aki egy kicsi emberként sok tekintetben a hívő példaképeinké válhatott, akik írtak naivságból, keresztény elkötelezedésből Sztálinnak egy levelet, és lett jutalom szibériai fogság. És elmondta nekünk, tudjátok gyerekek, én ilyen kicsi ember vagyok, és milyen jó volt abban a nagy mínusz 50 fokban Szibériában, amikor a 2 méter magas orosz hadifogoly felfogta a nagy szelet mellettem. És nem panaszkodott, hanem szabad emberek voltak. Én azt mondtam egyszer Kálmán bácsinak, amikor itt volt nálunk, olyan nagyon bizonytalan, Kálmán bácsi, olyan zavart vagyok, szabad ilyet mondani, hogy én irigykedem arra, amit áttetszett élni. És ő értette, hogy nem azt mondtam, hogy fogságba szeretnénk kerülni, de azt, hogy az emberi bezártságban, az emberi rabságok között Isten lelke szabaddá tudsz tenni. És lehet, hogy hazamész és ápolsz egy gyereket, és lehet, hogy magányos vagy, és lehet, hogy azt érzed, hogy nem értenek meg. Ha Isten lelke munkálkodik a szívedben, akit azért küldött el az Úr Jézus,
hogy itt lehessen közöttünk, akkor meg fogod tapasztalni, mit jelent ez. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És én hiszem, hogy 1956. október 29-én ennek a szabadságnak az impulzusával mondhatta azt Magócs István Herceg Lajossal, hogy hát van, akinek segíteni kell az utcán. Pici dolog átkísérni valakit az utca túloldalára, de hát orvlövészek leselkednek a belvárosban. És nem hiszem, hogy ők hosszú 10 perceken keresztül stratégiáról beszélgettek volna, hanem egyszerűen segítettek. Az életükbe került. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És az imádságom, hogy a gyülekezetünk közösségileg is ezt a szabadságot élje meg. Hogy minket Isten a helyünkre állít, és az ő kezében vagyunk. És már nem az számít, ki mit mond rólunk. És már nem az számít, hogy megfeleljünk, hanem az, hogy valóban, amit Isten el akar rajtunk keresztül végezni, az valóság lehessen. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt a különlegességet neked, hogy miközben mindenkinél jobban ismersz bennünket, sohasem hánytolgat semmit fel. Köszönöm neked azokat a példákat, akik a hitben rád mutató életek lehetnek, akiknek az életükön keresztül láthatjuk, hogy az alkalmasság az nálad van. És köszönjük, hogy a rád hagyatkozott ember a tőled megszabadított rabságából új életet nyert ember, az különleges eszköz lehet. Uram, add, hogy egyre többen mondjuk ki a gyülekezetben, ez a szabadság kell nekünk. És őrizd meg a szabadosság hazugságától. Hányan belénk beszélik, Urunk, hogy ne hagyjuk, hogy Te mondd meg, hogy mi a helyes. És olyan védtelenek vagyunk, és bocsáss meg, amikor ítélkezővé, törvényeskedővé váltunk. Kérünk, hogy a lélek által formáld a mi gondolkodásunkat. Urunk, köszönjük a gyülekezetünknek a múltját, és add, hogy neked ajándékozott közösség lehessünk. Köszönjük azokat az embereket, akik előttünk jártak a hitben, az ő példaadásukat, az ő odaszánásukat. És Urunk, ebben a sokszor kényelmesség váló világunkban add, hogy tudjunk áldozatokat hozó életű emberek lenni. Hogy ne csak beszéljünk hiteltelenül rólad, hanem valóban, aki minket lát, az téged akarjon megismerni. Uram, imádkozom azokért a tömegekért, akik a temetőnek sokféle vigasztalhatatlanságát, vagy hamis vigasztalását keresik. Add, hogy veled találkozhassanak. Add, hogy a családi együttléteinkben tudjunk rád mutatni. Tudjuk elmondani, hogy nálad van a gyászból, a bánatból is szabadulásunk. Urunk, köszönjük azt, hogy érzelmekkel teremtettél meg bennünket. És köszönjük, hogy szabad örülni és sírni, és nem kell szégyelni a fájdalmunkat. Uram, eléd hozzuk ennek a világnak üldözött keresztényeit, azt a több mint 200 millió embert, akik a hitükért menekülnek, és életveszélyben vannak. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik valamikor ide tartoztak ehhez a közösséghez, de elsodródtak. Kérlek, Uram, hogy ragadd meg az ő szívüket, és kérünk arra elsősorban, hogy először, külön-külön, egyenként bennünket állíts a helyünkre. Köszönjük az úrvacsorai közösség lehetőségét, és kérünk arra, hogy valóban bűneinktől megszabadulva tőled új életet nyerve tudjunk majd tovább menni. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondatta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván: e pohárom az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míglen eljövend. Az apostol azt is hozzátette:
próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, kárhozatot eszik és iszik, mivel hogy nem becsülte meg az Úr testét. Ezért van oly sok beteg, és alszanak lelkileg számosan. Most pedig mondjuk el a mi Urunk előtt, és öntsük ki bűnbánatban a mi imádságunkat. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy asztalod vendégei lehetünk, immár talán először vagy sokadjára, de mégis köszönjük, hogy te vagy az, aki végtelenül szeretsz bennünket, és elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Jövünk semmit nem hozva, ahogy énekeljük, keresztedbe fogódzva. Urunk, megvalljuk neked őszintén, hogy sokszor elkövettük a bűnöket. Sokszor megbántottuk azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Sokszor cselekedtünk olyat, ami nem kedves neked. Mégis tudjuk azt, hogy ha megvalljuk bűneinket, te igaz és hűséges vagy, hogy megbocsátod azt, és megtisztítasz bennünket minden hamisságtól. És köszönjük, hogy a tenger mélyére veted azokat. Segíts, hogy amikor majd idejövünk az Úr asztalához, és esszük azt a pici kenyeret, és isszuk azt a kortybort, akkor valóban úgy tudjunk tovább menni innen, hogy bűneinket elvetted, hogy szabad, tiszta szívet adtál nekünk. Hagy imádkozzunk a Zsoltáros szavaival, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ámen. Hiszed Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földön teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, ami Úrban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a borra, harmadnapon fölmaradt a halottak közül, fölmaradt a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenünknél, honnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszen a szentségekben, hiszen az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, szentetnek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszen az örök életet. Jó lehet, én a ti hitetekben nem kételkedem, és nem is kételkedhetem. Mindazonáltal Anya Szent Egyházunk állandó gyakorlata szerint néhány kérdést kérdezek tőletek, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint válaszoljatok. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus férjének érdemiért hit által megigazít. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust a halálból, általa minket is feltámaszt, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából az egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de mégis elhívott hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
éljetek hát szabadon. Amen. Életet és kegyelmet szereztél számomra, a te gondviselésed őrizte lelkemet. Így szerezte, kedves gyülekezet, a mi Urunk, az Úr Jézus a szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből ezen a mai vasárnapon így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket a ti hajlékaitokba, kérünk és intünk benneteket, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztény elhivatásodokhoz méltóképpen. Bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott mi nekünk, és Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségben essetek, és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szentelkedjék meg a te nevedet.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet. Ámen. Áldás békesség, szép vasárnapot kívánunk.